Köszöntöm Önöket a Mi Hazánk Mozgalom sajtótájékoztatóján, amelyen arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy parlamenti vizsgálóbizottságot kezdeményez a Mi Hazánk Mozgalom a Facebooknak a magyarországi választásokba való beavatkozása miatt, illetve amiatt, hogy egyértelműen politikai döntés alapján avatkoznak bele a magyar politikai közéletbe. Egyértelmű kettős mércét alkalmazott a Facebook akkor, amikor Torockai Lászlónak, a Mi Hazánk Mozgalom elnökének, egy megválasztott hivatalban lévő polgármesternek a több mint 200 ezer követővel rendelkező Facebook oldalát mindenféle előzetes figyelmeztetés nélkül véglegesen törölte. Ezzel beavatkozott az európai parlamenti választásoknak a végeredményébe is, hiszen a 200 ezer embernek a szavazata bőven elég lett volna ahhoz is, hogy a Mi Hazánk Mozgalom mandátumot szerezzen. Ugyanakkor látjuk azt, hogy egy nemzetközi tendenciáról van szó, több olyan elsősorban politikai jobboldalhoz köthető személy, politikus, illetve szervezet van világszerte, akiknek az oldalával hasonlóképpen jártak el. A Facebook sorozatosan semmibe veszi a magyar jogszabályokat, nem felel meg adatvédelmi szabályoknak sem, illetve a választási eljárási törvényt is, illetve a politikai hirdetésekre vonatkozó szabályokat is sorozatosan megsérti. Nyilvánvalóan sérül például az egyenlőségnek az elve. Google szabályok alapján távolítanak el olyan tartalmakat, amelyeknek akár semmi köze a politikához. A Mi Hazánk Mozgalomnak van olyan tagja, akinek egy olyan bejegyzését is eltávolították, amelyen a gyermeke első áldozásáról tett fel fényképeket, és kizárólag ezzel kapcsolatos gondolatokat osztott meg a posztban. Tehát látható, hogy semmiféle zsinórmérték nincsen akkor, amikor eltávolítanak különböző tartalmakat. Arra is volt példa, hogy több tagunk is megosztotta ugyanazt a tartalmat, egyikük profiljáról eltávolították ezt, másoknál pedig nem távolították el ugyanazt a tartalmat. Ez egyébként politikusokra is jellemző, tehát több politikus társammal közösen is volt ilyen eset, amikor az én oldalamról például nem távolították el, de egy másik politikus társaméről ugyanazt a tartalmat eltávolították. Gyakran tapasztaljuk azt is, hogy Torockai Lászlónak a neve említése már önmagában azt eredményezi, hogy azt az adott posztot eltávolítják, sőt az arca sem tud megjelenni a Facebookon. Tehát például az a kép, amely az óriás plakátunkon is szerepelt a választási kampányban, ha azt valaki bármiféle kommentár nélkül megosztja, akkor a Facebook rendszeresen törli és ezért tiltást alkalmaz. Több olyan szervezet is van Magyarországon, amelyek a magyar jogszabályoknak megfelelően működnek, mégsem szabad akár a logójukat megjeleníteni a Facebookon, akár a nevüket leírni. Itt kiemelném a 64 Vármegyei Ifjúsági Mozgalmat, amelynek a nevét is, vagy a logóját is azonnal törli a Facebook. Tehát ha valaki például egy fényképen olyan pólót visel, amelyen a 64 Vármegyei Ifjúsági Mozgalomnak a logója szerepel, akkor már emiatt, a póló miatt az egész bejegyzést eltávolítja a Facebook. De a Romantikus Erőszak zenekart is kiemelhetném, amelynek a neve, illetve az arculatának a megjelenítése szintén tiltást von maga után. Szeretnénk tehát azt, hogy sikerüljön a magyar jogszabályoknak, az európai adatvédelmi szabályoknak megfelelő keretek közé szorítani a Facebookot, ezért több jogi lépést is tervezünk mind hazánkban, mind a nemzetközi szintéren. Hogyha ezeknek a pontos menetrendjét meghatároztuk, akkor fogom tudni Önöket erről tájékoztatni, de a vizsgálóbizottság felállításának a kezdeményezése az lesz az első olyan lépés a Mi Hazánk Mozgalom részéről, amelyet megteszünk azért, hogy ezen az áldatlan állapoton változtatni tudjunk. Ennyit szerettem volna elmondani, ha van kérdés, akkor várom. Tessék!